Mindenki életében van olyan, hogy rohan, és akár egy bezzing úton megáll, és be kell kapni egy-két feladatot, mert nincs ideje enni. Hasonlóképpen jártam már én is így, úgyhogy az egy külön öröm, hogy igazából bezzing úton lehet kapni friss hamburgert, és jó ízűen lehet fogyasztani. Néha én is megkívánom, és szeretek akkor bűnözni, és olykor-olykor lecsúszik egy-egy hamburger. Fiatalon 3-4 is becsúszott annak idején, de nyilván nem jóta profilabdarúgó vagyok, azóta odafélek az érkezésre, úgyhogy a hamburgert eszek, maximum egyet szoktam. Nem vagyok egy nagy evő, úgyhogy ha az egyet sikerül elfogyasztanom, akkor már örülök. Természetesen a hús, nyilván a fő nem rajta, az sem mellékes, hogy milyen maga a hamburger zsömle. Nem szeretem, hogyha száraz, mert hát nyilván benne a zöldségek, meg a szaftja, úgyhogy így együtt az egész. Kell egy egészet alkosson. Nézd, lehet nekem a hús egy kicsit vastag volt, de több függetlenül nagyon finom volt. Köszönöm minden is. Ez kifejezetten ízleti van. Szerintem a tányéromat, hogyha megnézitek, akkor látjátok is. Itt én titokban figyeltem, és tulajdonképpen meg vagyok elégedve, mert az ilyenfajta amerikai gyökerű gyorskajáknak az a lényege, hogy gyorsan edd meg, nem azért, hogy szépen. József nagyon szépen fogta, tehát a föl, a három új, a alján a kis ujja, meg a hüvelyk ujja gyönyörű szépen ette. A tányérjában nem is maradt semmi, tehát ezzel lehet összetartani a hamburgert, ez remek volt. Ilyen alacsonyabb hamburgert valóban így kell enni. Egyet még, amit javaslok magának, amikor elkezdi ezt enni, akkor először fordítsa le fejével lefelé, mert akkor ez a szaftos dolog az belemegy abba a száraz fősejébe, és aztán fogja meg a bizonyos három új két ujjas módszerrel. De remek volt, egészségére. Hát István a késelvillával módszert választotta, ami macerásabb, mert így valahogy nem szabad így szétcsócsálni. Ennek az a lényeg, azért találták ezt ki, hogy egybe maradjon minden szaft és minden íz. Pont azért rakták egymásra. Tehát ezt szétszedni meggyilkolja vele tulajdonképpen az ízkompozíciót. Inkább az egészet vágja ketté, és a felét fogja meg, azt már fogja tudni így is enni. Tehát ez sajnos kézzel kell enni, tehát késelvillával csak maximum darabolom. Fejét így levette, ezzel tulajdonképpen elment az egész. Ami nagyon szimpatikus volt, hogy a fejében levő szaftot, azt úgy kitunkolta a darabokkal, tehát azért tudja, hogy mi a jó. Nagyon szépen rakta le, ugye hogy oldalt párhuzamosan az evezközöket meg van dicsérve, csak a szalvétát nem szabad beledobni. Itt az a lényeg, hogy hallották már azt, hogy láttad te már enni. Hogy valaki csúnyán eszik, az úgy rányomja a bélyeget. Ha rosszul eszik, akkor kész. Tehát ha láttad te már enni, ez legyen mindenkinek a szeme előtt. Rengeteg felé járom az országot is, és bizony nagyon sokszor jól esik az ember megáll, és akkor ott tud egy falatot valamit enni, egy pogácsát, egy hamburgert, egy hotdogot, el tud menni mosdóba, kultúrát mosdók vannak ma már, tehát ezek ilyen kis oázisok a nagy autóutak mentén.